elfogyott a szám. Deka! Fog ez a gumi. Jaj, de jó, az élet veszélyes. Jaj, azért a hó az vicces. Nem kell itt följönni szerintem. Fordulni, bassza meg! Thank you.
ki. Azt hittem be, hogy megpárásodik. Szufi! Szöges gumi. Hát, csúszni fog. Főleg, ha jég lesz. Ugye? Ugye jó-e? És pacolt lefröcskülök sonkával. Pacolos sonkás majonézes. Fagyott zsír. De finom. Magas jó. Olaj hűtés, kézmelegítés. Vigyunk egy kis vörösboros kólás zsírmixet. Finom ez a zsír. Nagyon jó. Nem vagyok elég hidratált, az a bajom. Szóval a ruházatra visszatérve, van rajtam egy fehér Between aláöltöző, azon van egy Banger rövidújú mez. Azon már csak a Between kerékpáros Jackie vagy kabát, vagy nem tudom milyen neve van. Soha nem még fölvettem, hogy süljek meg ezt az Adidas kabátot, amit leimpregnáltam, ez így most pont jó. Kicsit. Talán súlya lehetne a felese tréfa. Tudom, milyen bicikli volt. Kocsának egy kalennyi, télies. Hát az ősszel mondták télinek, télen már nyárinak. Mindegy, a vastagabb, belegebb futónadrág. Fölötte egy fosros 100 éves szabadidőnadrág. Bakancs meg muszáj a két zokni, így is ne fagy a lábújam. Hát, erre fussa. Biztos jobb lenne szél vízálló membrános izzadság kivezetős high-tech bringás cuccba. Téli SPD-vel meg még tekerni is lehetne, azaz menni. De hát ez van. Magyar gyerek vízzel főz. Boldog új évet! Sportból, annaki muszájból, de menni kell. Ó, itt hát el. Nem tudom. Meg is fagyott a lábam kicsit, az ujjaim. Ilyenkor szoktam fölvenni valami sírós videót. Jaj.
hogy miért nem lehet ilyenkor edzeni. Sorozat része, hogy nem lehet kihagyni, nem lehet kihagyni. Egyszerű. Jaj. Az úton, amerre jársz, hagyd az úton, amerre jársz, csak ne csúszna ennyire. Jaj, egyéb vicces, másfél órás desed a kör meg lesz. Mindjárt fölmegy ezen az emelkedőn. Jó, már jönnek a mentségek. Lefagyott kéz, lefagyott láb, nem bírom tovább. Nem vagyok elég szénhidrált. Hogy mi a szénhidratált? Ez itt jég, akkor az vicces. A faszom tudja, hogy fordulunk el. Na tessék, a deseda majdnem befagyott. Csak lassan, mert ez itt egy kicsikét nagyon zúzósan, rázósan csúszik. Jaj, de csúszik! Vigyázz, jó, nagyon csúszik! Ez itt csúnya lesz. Lesz perec, vagy nem perec? Jaj, azt a kurva anyád! Meg volt. Na jó kedv, vidámság. Balfasság. Ja, boldog új évet, mert ugye január 1-je van. 2016! Na, ez viccesebb, ez a vasdarab itt. Hát férj, ha jó, befagyott a deseda. Jaj, de jó. Itt legalább jó a levegő, ugye? Kertváros. 13 óra, lehet, hogy kicsit több. És néha több farkasom ez. Lehet, hogy jön a Yeti. De csúszkál. Ez kemény. Na szóval, valahol ott tartottam, hogy azon kívül, hogy folyik a taknyom, nem kicsit. Jaj, mondjuk nem fázok. De olyan lassan megyek, mint a csiga! Jaj, a csiga el tud esni, mert akkor én elesek. Tiszta ég az alja, tudod-e? Na így? Most meg azért nem tudok edzeni, mert havazik, meg esett a hó, aztán mínusz is van, meg hideg. De ki az a hülye, aki ilyenkor biciklizik, nem? Most nem tudok edzeni. Hát hogyan lehetne biciklizni? Hát esik a hó, hideg van, be van fagyva még a deseda is. Életveszélyes lenne, nem tudok ilyenkor edzeni. Hízom. Jaj, de jó. Ne facebookozzá, bringázzá. Bászaros, beszarás! Ez nem is az, mi a fasz van? Hello, mi újság? Nem lehet edzeni? Nem. Mert hó van, hó.
Ja, hogy ez itt nem zseb. Hát akkor a fajom fékéze fogva a telefon meg a kesztyűt, hárommal. Kicsit csúszik. Van, aki majdnem megvolt. Érjünk vissza az Androidra. Megyünk, hogy 18-al. Hát szép. Lehet, hogy még megy. Jaj, de szép. Ez csak azért jó, mert kurva szép. Hideg meg csúszós, de nagyon szép. Szóval, hogy no, ez szép. Kesztyűbe talán hazavírok menni, ha át akarok. Az esély megvan rá. Gyorsan nem lehet menni. Lehet, csak nem ajánlott. Kéne valami protektor, hogyha valami iszonyatot perecelek itt 15 vagy 10 kilométerre az otthontól, akkor talán haza tudjak még bókvászni. Na, nincs az a nagy forgalom itt szembe ilyenkor. Nem tudom, ez a halott hónapok, vagy mi? Ha január van még. Ja, ráadás január 1. Nem fizették be a biciklipálya díjat, vagy mi? Éppen finoman, de most tényleg. Jó, hogy életveszélyesen csúszik, így legalább nem az aggaszt, hogy az SPD miatt nem tudok tekerni rendesen. Minden nap hoz egy újabb problémát, hála az égnek. Egész jó. És ez a hang, hogy a hó a kerék alatt, ez nagyon jó. Ez szinte, mint amikor otthon eszed a tévé előtt a chipset, meg a fagyott zsírt, és akkor a zsírod, ahogy épül. Mert ez ugyanaz, csak ez az antianyagja. Hát ez ahogy bomlik nekem, nem neked mondjuk. Én ezért nem aggódik, ha te hízol le én. Vajon, ahány kalóriával ez nekem kerül? Te miközben ezt nézed, tudsz-e legalább ugyanannyi, hogy a tízszerese kalória mennyiséget bevinni a szervezetedbe, hogy jó egészségesen hízzál föl? Na hát ugye, a szénhidratáció fontos, hallottam valahol. Jó, ez nagyon jó. Biztos azért, mert ilyen papás, lassú tempóba gurulok végig. Kifejezetten kellemes. Há, nagyon jó, de tényleg. Há, azért január 1-e 2016. Ne kerüljön meg az esedát. Hát miért? Mi nincs hozzá? Bicikli? Van. Akarat erő? Van. Akkor mi? Idő van? Hát akkor, ugye? Ugye jól? Hát ennyi. Hát miért ne? Ja, mert nincs elég lustaság. Hát lustaság az nincs sajnos, az elfogyott. Elvitte a cica. Tényleg, hol az a fostos macska, amit szokott szarni? De jó, mert így nem fáradok el, így még pofázni is tudok. Lehet, hogy nekiállok netezni. Hogyha a fos piros szolgáltatónak itt lenne rendes kapcsolata,
Milyen szépen befogyott. Ugye tegnap látszott. Ha netán szaru járnék, itt a budi, azt tudjátok, hát bárki, hogyha rájön, a kapkanthatnék. Itt van egy frankó erdei szaradék hely. Jaj, de valami Volkswagen-es, az is egy dupla vés. Mondjuk akkor kurva nagy füst lehet benn. Egy jó kettőt oda kéne írni. Volkswagen, CO2, hogy az nem. Na mindegy. Ja, hogy az O2-t már beszívjuk itt. Itt az van bőven. Jaj, de szép. Nem sokára keresztbe is át lehet rajt menni. Meg hosszába, meg átlóba. Meg a faszom, mi volt ez a hang? Hát itt a jégen se tudok menni, az érdekes. Itt valami anti-anyag rángat visszafelé, vagy egy fekete lyuk van a valagam mögött. Egész jó. Csak lazán. Itt se lehet időt menni. Sőt, még lehet, hogy is én megyek a leggyorsabb időt, ugye? Mert kibaszott a csúszik. Néhol. Ez a szar. Ha miért nem esik egy kis hó, sokkal szebb lenne, ha esne is. Egy kis hóesés. Ugye? Oh, szép. Meg egészséges. Na, ugye akkor kell biciklizni, ha jó esik? Vagy ha jó esik? Ha hó esik? Na minden. Értsétek rá. Hát ez most tényleg jó esik. Kényelmes, lassú, papa tempó. Még a lábat azt nem tudom kiterhelni ebbe a foszcipőbe. Azért SPD-be itt is jobb lenne. Még most is kéne az SPD. Ilyenkor van egy csepp előny ennek a gumi mintázatnak. A nyárra kell valami aszfalt gumi. De ez hülyeség, a sima aszfalton. Pörög kicsit. Ott fogyás hangok vannak. Lehet, hogy megfagyott a kulacsomba a zsír. Szopogatok is egy kis zsírt most. Jaj, de jó. Azt a de fasza. Tényleg nagyon lassan megyek. Veszélyes, mert odafagyhat a gumi. Na, akkor baszhassuk. Mehetek haza az úttal együtt. Finom gombapörköltes csirke. Az, amit nem ennék ma. Mert az elviszi a szerencsét. Kis pecsendyen disznócsíkok. Fokhagymával. Saját zsírján. Az anyjának az összes zsírján. Egy 50 kg zsírba megsütve.
teli elszopogatva, zsírnyalókaként. Dönök, mint a zsírharang. Jaslutyog. Most az vagy habfürdő, mert valami szilveszteri bűn volt, vagy most befagyott és van rajt valami hó. Hát, január 1-én ki a franc tudja. Na bújjék 2016, azért kéne tekerni ezt a szart, nem? Mert lassan ide fogy a drót, mert megálltunk. Ó, az oxigén. Na jó, esik idén is. Én mondtam tavaly, hogy már nem biciklizek többet tavaly. Azt hittétek, hazudatok. Hát nem. Csak idén biciklizem. Nagyon jó. Hát az... Nem nagyon lehet bírni az edzést ilyen időben, úgyhogy ne is álljatok neki, ha nem vagytok elég szénhidratáltak. Mert ehhez sok-sok szénhidrát kell, hogy azt bírjátok. Úgyhogy maradjatok otthon és egyetek. Nem tudok edzeni, mert tiszta hó, minden meg megvan fagyva az egész világ. Hát nem vagyok én ez elég szénhidratált. Ez az. Aztán így is meg lesz a fél óra odáig. Mi az a nagy erőködés, amikor sokkal nagyobb energiával jövök? Ezt ugyanaz az idő. A végén fura lesz. Lassan megyek jobb időt. Ez fura. Most aztán tényleg lassan jövök meg. Viccet félretéve. Csak úgy gurulok. Akkor mire szoktam én erőködni ennyire? Hát, ez a 3 perc kurva sokat számít. Hát, ez valójában tényleg megfagy, hogy bassza meg. Jaj, mekkora bassza meg. Megfagy az italom. Gyorsan, ami van, még megiszom. Belém család. Ma nem üt a minkű. De nem ezt akartam mondani. Csak ne ütessem bő. Ez mi? Befogyott a kupak. Boldog új évet 2016. Jó. Majd amikor az fönt leszünk, hát most nem lazán. Azért azt az erdei híd előtti elfordítót érdemesen keresnetek a videón, hát majd egy, nem tudom, 15 perc múlva vagy. Ha 2 kilométer, akkor ez csak 10 perc múlva lesz. Lehet, hogy nagy peresz lesz. Hol is veszem a kesztyűt. Azt hiszem teló megy. Ahogy teleszkó. Teló az itt van, a másik. Gyespédé hiánya miatt. Fogjuk rá arra, hogy azért menjünk. Nem fogunk semmit semmire. Punyat vagyok. Lassú vagyok. Gyorsan menni nem akarok. De szép! Rosszta, de szép! Befogyott a serdő, de se ne... Nem is olyan rossz. Ha lassabban jövök, nem fagy meg a lábam. De tényleg. Lánctépő fokozat. Ez még nem a legdurvább. Lassú láncsebesség, nagy veszteség. Hadd szóljon.
Na basz, mi ez negyedik? Előmegy az éjtel. Hé, de kemény vagyok. Mind a kád széle. Ha váltsunk vissza, elkap a rögés. Itt kéne az SPD. Húzni. Ez az. Nagy lány sebesség. Kis veszteség. Kis veszteség. Nem bírom beszélni. Kell egy kis oxigén. Vég. Épp idén. Sietni kell, mert mindjárt itt a szilveszter. Már csak 365 nap. Ebben együtt. Remélem nincs szökő év. Ez finom. Ez jó volt. Jó, de fasza volt. Negyedikbe. Szerintem ma lassan mehet a középső, hátul a legnagyobb. Fejlődő képes vagyok. Szuper. Az ujjam megfagyott. A lábujjam alig mozog. Csúszik, vagy nem? Nem csúszik. Ez a gumi azért egész jó. Ledobálja a havat, és tapad. Ötös. Terepen azért a svalbinak nincs párja. És hogy látom, hóba sem. Ezért is. A tavaszra aszfaltgumit kell feltennem, hogy ez ne kopjon. Ez a roketron. Meg kéne próbálni meginni a fagyott zsírt. Kicsit megmelegíteni az ujjaimat. Mondjuk már mind a két kesztyűt a seggit. Hónajban vágó kéztartás. Nagyon jó. Jaj, de szép. Szép. Tényleg fölpa. Nem tudom, látjátok-e az erdőt télen. Szép. Ez olyan szép, hogy még a Chuck Norris is elsírja magát, ha meglátja. Szénhidratáltság. Ami van, azt mind megesszük. Nem, de szép.
kesztyű nélkül nem jó perecelni. Utána legyek szomjas. Elesve, mint hidratálva, kesztyű nélkül elesve. Jó. Tart ez. Finom ez. Idő. Még nem fagyott meg. Hát, nulla közeli érzés. Jégkását írni az erdőben. Január 1-én. Juhé! Bujék 2016. Azért mondom el ennyiszer, mert úgysem nézed végig az egészet, mert olyan szarban unalmas. Vissza. Egy viccesebb sebességben menet hát halál lesz. És nem, és nagyon jó ez a gumi. Nagyon fasza. Csúszik, de kontrollálható. Milyen gumi ez? Láttad? Olyan gumi, nagyon jó fog. Oha, hopp, egy oszlop. Az esés miatt nem kell aggódni. Nem te esel el, hanem én, csak ott nézed a videót. Itt a sárga út. Megy rajta Dorothy. Vagy a Dóra, meg a Diego. Go, Diego, go! Tényleg. Ennyi ruhában viszont nem lehet gyorsabban tekerni, mert az ember megfogy az izzadságába. Vagy high-tech kerékváros ruha kell. Most mitől fáj a fejem. Biztos nem a légszennyezés. Egy Volkswagen sem ment előttem. Belefagyott a madára, resed a közepébe. Kár, hogy ekkora látószöggel semmi nem látszik szerintem. Ki kéne jönni fotózni. Nagyon szép. Thank you.
azon gondolkodom, hogy még mindig nem tudtam eldönteni, hogy megkerüljem az esedát, vagy ne. Hogy, hát ugye hideg van, meg ez a hó is csúszik is, fázom is, ha az ujjaim lefagytak, meg a lábujjam, már bakancs dupla az oknéba is nagyon. Hogy nem tudom, hogy lehet, hogy nem kéne megkerülni a desedát, csak egy rövid kört menni. Ilyen ki a desig, meg vissza. De még nem tudom eldönteni, igazán még gondolkodom rajta, hogy 20-25 percet. Úgyis ráérek, mert lassan gurulok. Ha ott megcsúszok, akkor meg lesz a téli fürdés, az első, idei. De tényleg idén még nem is fürödtem sehol. Mondhatjátok, hogy büdös vagyok, mi? De mert ezt a fürödte idén gondolom, a képernyő előtt. Hűtéses kézmelegítés. A lábamat is ide felhúznám lótuszülésben, hasonló tennél a talpon legszívesebb, de kézzel nem tudok tekerni. Szerintem érdemes megkerülni a desedát, idő van rá. Meg kéne. És itt a Black Forest Looking Center. Most az jelentkezett, fel kell aztán a szabolítani. Lehet, hogy tudta a választ, hogy nem tudom. Valaki kérdezett,
boldog új évet! Ez kemény, utcaim rába futni. Ez igen. Csak hazagulva égen, havon, Tokyo nyálon, vizen, sáron. Inni kéne. Ha, ki tudom még nyitni? Egy nyílik. Olyankor balesetveszélyes az ivás, mert a dugóba kialakuló jégdugó kitörheti a fogunkat. Félre nyelve megfulladunk, halált okozhat. Kéne valami termoszes kulacs, melegíthető fúvókával lassan. Akkor átfül az idő. Biztos eszetekbe juthat, milyen lenne, ha azon a platón lennék. Akkor már ott lennék fönn. Nekem nem, nem jutott eszembe. Csak nektek. Én fel akarok itt tekerni. Ez jobb. Azért jöttem. Ráadásul keresztbe váltva. Ez a legnagyobb. Hátul legnagyobb. Magas lánysebesség, kis veszteség. Még SPD nélkül is kimegy a havon. Jaj, de jó. Az SPD-hez képesti hátrány nem húzható pedál, nem teljes szögben terhelhető hajtás. Hát, egy előnye van, tudom tologatni a lábam, hogy a kólaszínű jégkockával fagyott lábújjaim néha megmozduljanak. Mínusz 10-ről egy mínusz 5-ig föl tudjam hevíteni az ujjaimat. Jaj, de jó. Ez már olyan zsíros befögés volt. Fehére, fehérjésebb. Jaj. Ez már nem disznó, ez már marha. Bika, bika bazd meg. Az van, de jó följönni ide.
lassan forog a kerék, de ez egy 29-es kerék, ugye? A 622-es, de a gummi az 29-es. Cseles kerékpáros elnevezéssel. Ez nem kicsit hideg. Elrepettek a fogaim. És lenne jó, hogy egy szaunázni. Szarrá fagyva bemenni a szaunába. De az a baj, hogy a fürdő nincsen nyitva már. Vannak jó, akinek van szaunája. De az úgyis olyan lusta, hogy a biciklét a tárolóba tartsa. Se baj. Kis fagyási sérülések beleférnek. A fájdalom a barátod. Azt tudatja veled, hogy még élsz. Ez jó. Nem mozog a levegő, mi? Minuszok. Dehogy nem. Tényleg, mitől fáj a fejem? Hát, olyan tiszta a levegő, mert kevés folyadék. Tuti, nem lehet már inni belőle, mert összefogy a szám. A zsír nem fogy bele a gyomorokba. Nem sok van benne. Itt sem ennyi.
Jaj, de jó, az egész út az enyém, eshetek szélesen. Itt nincs az a fék, ami megáll itt. Remélem, hogy Eti látja, hogy jövök. Itt az erdőbe szokott kilépni elém a Eti. Itt van. A múltkor mókusra kálcázott Eti lépett elém. De megismertem. Mondjuk az igaz, hogy el is ütöttem. Az erdőben nem megyünk, mert csuta szaros. Sok buzi kutya is befosatja a kutyáját, azt ott hagyja a szart. Lát, hogy pont mennek szaratni. Nekem is meg kéne tudni, hol laknak a kutyások. Tud-e járni szarni a lábtörlőre. Csak úgy a ház köré. Én ezen nyomom vissza. A fék! A fék! Mi fog itt meg? Semmi. Jó van. Szupi. Na, emeljük a tétet, fölmegyünk a siratófalon is. Na, valamint kell, hogy röhögjetek. 2016 legelső napja. Lefagyok. Taknyos havas siratófalon. Kipróbáljuk, hogy fog a svalbi. Felfelé. Lennék taknyos. Egyszerűbb lenne. Nézzük. Vagy. Fölmegy. Ez az. Ez a svalbi. Azért vigyáztam rá, hogy nem annyira pörögjön ki. Mondjuk SPD-ben meg simán, egyenletesen. Akkor nincs akadály végül is. Azért ez jó eset megint. Igen, jobban, mint neked a zsírba sült oldalas. Alig akar menni. Megfagyott valami? Rajtam kívül. Nézzük.
sokára.